Na, menjünk locsolni. Tudom, hogy az utolsó videóban azt ígértem, hogy kaszálni fogunk, de előrébb való a locsolás, mert eléggé nagy a szárasság. Hát nagyon nagy. Viszont maguk a diók nagyon szépen nőnek. Tehát ha megnézed, innentől egy új hajtása van. Gyönyörű. Megyünk locsolni. Én úgy oldottam meg ezt a locsolás meg a vízgyűjtés történetét, hogy van itt egy 6 méterszer 4 méteres előtető, amit egy géptárolóként építettem. Ennek a csatornájából bevezettem a vizet a tartályba, ami most meg is van telve. A tartálynak az alja nyitva van. Idáig körülbelül felemeltem, hogy itt bukjon át a víz, mint egy túlfolyó. És szépen kifolyik. Egy picit az utánfutóról. Maga az utánfutó, amin van ez az 1000 literes tartály, ami ugye egy tonnát nyom, mikor tele van, és általában tele van. Ez egy régi magyar honvédségi gulyáságyúból átalakított utánfutó. Ha valaki volt katona, tudjak mi a gulyáságyú. Ha valaki nem volt, annak annyit, hogy igazából ez egy mobil konyha volt, amiben főzni tudtak kint a hadszintéren vagy a gyakorlaton. A régi táblái még rajta vannak, tolat, tilos. Valamint itt van rajta élelmiszeripari gépgyár Budapest. Teherbírás 800 kiló, gyári szám, gyártási év. 69? 69. 6. havi. Maga a szerkezet egy brutál, stabil és erős futómű vagy alvázzal rendelkezik. A régi hagyományoknak megfelelően és nagyon okosan mindenhol zsírzópont van rajta. Itt jól látszik, hogy ez egy dupla laprugós, lengéscsillapító nélküli szerkezet, a szokásos orosz kerekekkel, ha jól tudom, akkor ez a gaznak a kereke, gaznak a felnie. Én már raktam rá egy ilyen modernebb terepes gumit, mert a régi az teljesen szét volt töredezve. Nézzünk alá! Az aljában egy 5 mm-es lemez lett heggesztve, ami rendkívül strapabíróvá teszi az egészet, és onnan megint csak látszik a futóműve. Most az egy tonnával szépen ki van egyenesedve ez a laprugó. Annak idején, mikor ráraktam a tartályt, akkor úgy kellett ezt kisúlyoznom, hogy mikor rajta van az egy tonna, akkor se legyen ebből probléma. És kézzel mozgathatóvá váljon. Itt van ez a láb, lábamon elteszem, így. És kész. Na akkor, go! Mikor egyedül vagyok, kicsit macerás a locsolás, mert 3-4 fánként meg kell állnom. Megállok, taxót leállítom, utána kiszállok, és azokat a fákat, amelyiket elérem, azokat egy körülbelül 10 méteres slaggal meglocsolom. Tartály nyitva, slag itt van. Én próbáltam venni egy ilyen csavarodásmentes slagot, de hát néha ez is összecsavarodik. Akkor locsoljunk. Itt az új telepítésű fáknál már dréncsövezve van. Először mindig a dréncsövet megtöltöm, mert ez teljesen lemegy a fa alá. Ültetés előtt lett egy gyarapra. Fánként pontosan nem tudom, de nagyságrendileg egy ilyen 40-50 liter vizet locsolok el. Mint látszik, frankon az ilyen poszkok valamit széttúrják a földet. Jól megáztatom, az a lényeg, hogy menjen minél mélyebbre. Ültetéskor nem ásva lett, hanem fúrva. Tudom, hogy ez a rosszabb megoldás, de hát ennyi fánál végig ásva történik, azért macerás lesz.
Mikor már úgy látom, hogy nem iszta annyira a föld a vizet, akkor elég, kicsit teszek még bele a dréncsőbe, alulról hagyd menjen le, hagyd folyjon le majd utána. És kész. Megyünk a következőre. Ott is ott a dréncső, megtölt. Akkor a dréncső megtelt, akkor utána kezdem el locsolni magát a tányért. Ezt a tányért ezt kapával sajnos kézzel alakítom ki, ezt évente kétszer megcsinálom. Hát nem egy egyszerű történet. Amint látjátok is, tehát elég szépen iszta be a vizet a föld. Jó száraz, bár tegnap volt egy minimális kis eső, de hát inkább csak mutatóban volt az jó. Szánkit ráteszem még egyszer, mondom, ezt a 40 liter vizet. Általában ki szokott tartani. Nagy hőségben van, hogy minden hétvégén locsolok. Most már itt is látszik, hogy kevésbé iszta be. Jobban megmarad itt, mint ha telítődne. Még teszek a dréncsőbe. És utána megyünk tovább. Ez elég. Ez az újabb telepítésből való ez a fa. Ez egy kisebb fa, mint látszik. Viszont nagyon szép, erős, zöld hajtásai vannak. Menjünk. Következő fa. A fáknak a tövét ezen az éven még gyomirtóval lekezeltem. Egyrészt a kapálás miatt sokkal könnyebb, másrészt ugye több tápanyag marad a fának, viszont egyáltalán nem vagyok híve a gyomirtózásnak. És amikor a fák termőre fordulnak, ezt el is fogom teljes mértékben hagyni, és csak a kézi kapálás marad. Hát sokkal nehezebb, de gyerekek, valamit valamiért. Ne együk azt a rengeteg mérget, amivel így is mérgeznek minket. Hát ez elég jó liszta. Most kezd majd csak megtelni. Kell, tehát ezek 2-3 éves fák, ezeket még locsolni kell. Volt egy másik területem, ahol ugyancsak elkezdtem diót ültetni. Egy lényegesen kisebb és szárazabb terület is volt, és a locsolásot nem tudtam megoldani semmiféleképpen, ezért az 50 fából talán 3, ha megmaradt a második évre. Tehát a dió rendkívül vízigényes, igényli a vizet, kell is vele törődni, foglalkozni. Bízom benne, hogy amikor elérik már azt a szintet a gyökerei mélységbe, hogy önállóan, állandóan vizet tud felvenni, akkor erre már nem lesz szükség, mert hát brutális. Egyedül véglocsolni ezt a rengeteg fát, rengeteg idő. Ugye én is dolgozok mellette, munka mellett csinálom, hát hobbi szinten, mondjuk így. Ez is most már kezd készíteni, közben megcsípett egy bögöly, azért mozdul be ennyire a kamera. Hát az van bőven, bár állat nincs, úgyhogy nem tudom honnan jönnek. Ott látszik a cső alatt, hogy buzdarékol fölfelé a víz, tehát azokat az üregeket is tölti meg a víz, ahol eddig levegő volt. Így szépen beitta, látszik, hogy a dréncsőben is ott a víz. Elzár. Na hát így. És akkor menjünk körbe, locsoljuk körbe a fákat. Mondom, laza matekkal mindenkinek kijött, hogyha az 1000 literes tartályból fánként 40-50 liter teszek, akkor nem tudom végiglocsolni az összes fámat, és el is fogy. A víz, ez így van. Ebben az esetben, és sajnos ez mindig meg is történik, a közelben van egy kút, amiből meg szoktam tölteni. Egy locsolás alkalmából körülbelül 4-4,5 tartálynyi, tehát 4500 liter vizet használok el. Most ez a harmadik fa, amit locsolok, és hát pont itt van a vízszint, a rács mögött. Én azt gondolom, hogy egy 180 liter víz már biztos hiányzik belőle. Minimálisan lehet ezt a dolgot automatizálni, belerakom a dréncsőbe, és itt hagyom. Ahogy látom, pont ki is fogy a víz, mert már szörcsög a tartály. Lassan itt is el kéne, hogy fogyjon.
Ja. Hát ennyi volt. Kifogyott a tartály. Ott az a pár fa van meg. Hát, ahogy néztem, szerintem egy jó 22-25 darab fa. A szokottnál jobban itt a vizet, úgyhogy többet kell fordulnom. Menjünk, töltsük meg. Ez a videó most ennyi. Következő tényleg a kaszálás lesz.